Sziasztok, itt Karen, és üdvözöllek titeket a csatornámon! Őszintén szóval ez a videó most egy kicsit ilyen hirtelen felindulásból készül, vagy egy hirtelen ötletől vezérelve, és Egyszerűen azért, mert most volt az az alkalom, amikor megérkezett egy rendelésem, vagy most rendeltem olyan dolgokat, ami kapcsán felmerült bennem, hogy lehetséges, hogy ez érdekes lehet, vagy erről beszélni. És ez nem más, mint a vegyszermentes háztartásnak az anyagi oldala. Ugyanis én már készítettem itt ezen a csatornán a vegyszermentes háztartásról videót, és abban elmeséltem, hogy mi hogyan takarítunk itthon, mik azok a dolgok, amiket alkalmazunk, és hogyan igyekszünk elkerülni mindenféle vegyszert, hogy ne szennyezzük se a levegőt, se a vizet körülöttünk, hogy egészben a környezetünket. Ebben a videóban megemlítettem, hogy nem csak környezeti szempontból nagyon fontos és pozitív megoldások ezek, hanem anyagi szempontból is ugyanis én úgy éreztem, és még most is úgy érzem, hogy a hagyományos tisztítószerekhez képest így sokkal kevesebbet költünk, és azt akartam, hogy ez ne csak érzéseken alapuljon, hanem egész konkrét számokban is lássam, hogy igazából mennyi pénz megy el a vegyszermentes háztartásra. Ennek a videónak az apropója most az, hogy rendeltem néhány dolgot, itt vannak amiket mi itt tisztításra, mosásra használunk, ilyesmi. Most igazán láttam az árakat, illetve mostanra már azt is meg tudom nagyjából állapítani, hogy egy-egy adag, például mosódióból, vagy valamilyen fehérítőből, mennyi ideig tart ki nekünk. És így az segít nekem, hogy lebontsam az össz összeget azokra az egységekre, azokra a részekre, amik megmutatják, hogy egy év alatt, és azon belül is aztán egy hónap alatt pontosan mennyit költünk az itthoni tisztításra, takarításra. Mindehez én meg fogom mutatni az e-mailben érkezett számlákat, nem csak a mostani vásárlásomról, hanem még kettő másikról is, amik fontos részét képezik az, az itthoni takarításunknak és a tisztításunknak. Egész egyszerűen azért, mert szeretném, hogyha ez egy egyenes videó lenne, amiben látjátok konkrétan mindenféle változtatások nélkül azt, hogy mi mennyibe kerül, és hogy hogy is jövünk ki mi ebből így összességében. Amit még ehhez fontos tudnatok, hogy mi ketten élünk együtt Ricsivel, és az azt jelenti tehát, hogy kettőnkre mosunk, kettőnk után mosogatunk, tehát minden összeg, illetve mindent úgy viszonyítsatok majd, hogy ez kettő személy életéhez szükséges költség. Remélem, hogy ez nagyjából majd segít egy eligazodni nektek, hogy akár a saját életetekre ki tudjátok számolni, hogy vajon a ti esetetekben mennyi lenne a költsége egy ilyen vegyszermentes háztartásnak. Ugyanakkor szeretném hozzátenni, hogy ez nyilvánvalóan nem lesz mindenkinél ugyanannyi. Egész egyszerűen azért, mert mind másképp élünk, ezek tényleg egyéni számok lesznek, de szerintem egy nagyjából ilyen iránymutatásként ö, teljesen jól működhetnek. Na, őszintén szólva nem tudom, hogy ez kevesebb lesz-e, vagy mennyivel lesz kevesebb ez az összeg, bár én, én úgy gondolom, hogy kevesebb lesz, de nem tudom, hogy pontosan mennyivel a hagyományos mm, tisztításhoz képest. Hogyha ezt valaki nekem meg tudja mondani, azért nagyon hálás lennék, mert tényleg kíváncsi vagyok rá. Nekem nincs annyira hasonlítási alapom, mert mi nagyon gyorsan, fokozatosan álltunk át erre a vegyszermentes háztartásra. Úgyhogy akkor nézzük is, hogy mik azok a dolgok, amik most érkeztek, és kezdeném is egyből az elsővel, az a mosódió. Mosódióból ez ismét 500 g-os kiszerelés, amit rendeltem, és... Hát már egy jó másfél éve volt, hogy egy, egy ugyanilyen 500 g-os csomagot vásároltam, és ez a csomag még mindig tart. Itt hozzátenném, hogy a mosódiót azt nem csak mosáshoz használom, hanem a mosogató szernek az elkészítéséhez is, úgyhogy dupla felhasználása van, bár azért jelentősen kevesebbet használom a mosogató mint mosásnál. Ez az adag várhatóan olyan másfél évre lesz elég nekünk, igazából most még egy néhány hónapig nem kellene, csak azért rendeltem meg, mert um, az történt, hogy az aktív oxigénes fehérítőnket egy ilyen üvegtárolóban uh, tároltam, és eltörtem. Úgyhogy abból kellett most már rendelni újat, és úgy voltam vele, hogy ha már rendelek, akkor akkor rendelek még olyan dolgokat, amikre mondjuk egy hónap múlva lenne szükségem, vagy két hónap múlva, és így legalább megérkezhet egyszerre egy csomagban. Úgyhogy az aktív oxigénes fehérítő, amit említettem is, um, ezt... Szintén már nagyon hosszú idővel ezelőtt volt, hogy megvettem az első adagot belőle, és ez nagyjából 200 vagy 250 gram volt. Ezt a fehér ruhák tisztításához adom hozzá, úgyhogy mosásnál, fehér ruháknál használom. Nagyon-nagyon jó, én nagyon elégedett vagyok vele. És ezt a vegyszermentes háztartás videóban nem említettem meg, nem tudom, hogy miért, pedig akkor is ezt használtam, és azóta is ezt használjuk. Amire még nagyon-nagyon jó azon kívül, hogy a mosáshoz hozzá tudod adni, hogyha valamilyen nagyon durva folt marad, egy fehér felsődön, vagy bármilyen fehér ruhadarabodon, akkor be tudod áztatni ilyen oxigénes fehérítős vízbe, és csodálatosan eltávolít mindenféle foltot, meg, meg mindenfélét. Tehát mivel nagyon bevált nekünk, ezért egy 1000 g-os kiszerelésben vásároltam most, ami előre láthatóan 4 évig lesz elég, az alapján, a tapasztalat alapján, ahogy, ahogy eddig gazdálkodtunk vele. A következő, ami még itt van a dobozban, az pedig egy marhápe szappam, ami eh, hozzá kell tennem, hogy növényi alapú, marhápe kivonattal. Úgyhogy elég undorítóan hangzik a neve, viszont mindenki esküszik rá, és gondoltam, hogy akkor a következő mosószappanunk az, az, legyen marhápe szappam. próbáljuk meg. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, hogy be fog-e válni, de én őszintén nagyon bízom benne. A szintén az előző mosószappan az még mindig megvan, most már több mint másfél éves és még egy jó pár hónapig lesz is, úgyhogy szerintem olyan két év lesz nagyjából, amíg ezt is fogjuk tudni használni. Ez már nem annyira a vegyszermentes háztartáshoz kapcsolódik, de azért nem mutatom nektek, hogy ilyen bio, mi ez, mosogatószivacsot is gondoltam, hogy most kipróbálunk. Ezt még őszintén szólva, a mosogatószivacsnál még nem találtuk meg a tökéleteset, ami viszonylag hosszú életű, és nem szennyezi annyira a környezetet. Vagy tehát, hogy nem az a, ugye az a megszokott kínaiból vásárolt mosogatószivacs, hanem hát valamilyen kicsit bio, jobban bio megoldást szerettem volna találni, és ez kenderből készül, úgyhogy meglátjuk, hogy ez mennyire fog beválni, remélem, hogy befog, őszintén bízom benne. És az utolsó dolog, ami szintén nem a vegyszermentes háztartáshoz kötődik, viszont akkor is szeretném nektek megmutatni, mert szerintem Tök jó, Engem nagyon tetszik. Az pedig bambusz fültisztító. Eddig a fültisztítóink azok újrahasznosított műanyagból készültek, és ezek tök jól beváltak, de gondoltam azért, hogyha lehet megoldani ezt bambusz alapanyagként is, akkor miért ne, azért az mégiscsak jobb lenne. És akkor most jöjjenek az árak, hogy mi mennyibe került, és ez lebontva egy évre is, és ehhez én fogom használni kis jegyzetfüzetemet, ugyanis most itt az elmúlt 20 percet a videózás előtt azzal töltöttem, hogy visszakerestem a számlákat, kiszámoltam, elosztottam, beszoroztam, és akkor ebből jöttek ki a következő számok, amiket most meg fogok veletek osztani. A mosódió, ez a fél kilós kiszerelés, amit most vásároltam, ez 1700 forint volt. És ez másfél évre elég, én úgy becsültem, bár ez szerintem többre is, de úgy szerettem volna, hogy azért biztos, ami biztos, beleférjünk azokba az időtávokba, amiket mondok, úgyhogy egy kicsit mindig kevesebbet fogok mondani, mint a valóság. Szóval remélem, hogy értitek. Tehát hogy a végösszeg az valószínűleg még mindig több lesz, mint amennyit valójában költünk rá. Tehát így egy évre 1130 forint az, amit a mosódiókra költünk, és ugye amikor fehér ruhát mosok, vagy fehér ruhanyagokat akkor Aktív oxigénes fehérítőt is hozzá szoktam adni, amiből pedig a most megrendelt 1000 g az 1290 forint volt, és ez négy évre elég nekünk, ami azt jelenti, hogy egy évre 320 forint a ruháknak a fehérítése. Ez így összesen egy évre 1450 forint, eddig ott tartunk, és amit még én ugye most esnál szoktam használni, az ecet és illóolaj. Mind a kettőt használom más területeken is, úgyhogy ezeket így külön-külön számoltam. Az illóolajat azt hát majdnem minden takarítási formánál hozzá lehet adni, és többnél hozzá is szoktam. Ezeket, amiket most vettem, hát az már több mint fél éve igazából, az nem nagyon most volt, már elég régen vettem, az 1700 forint volt, 20 ml. És én úgy mondanám, hogy 30 ml-t használunk el egy év alatt, bár ezt szintén nem gondolom, hogy ennyi a fogyasztásunk. De hogyha valóban szeretnénk egy kis hibahatárt hagyni, akkor legyen úgy 30 ml egy év alatt, ami azt jelenti, hogy 2550 forint, és az ecet, fogalmam nincs, hogy mennyit használunk el ecetből, de ehhez is hozzáadtam egy 800 forintot per év, ami az ecet költsége lehet a takarításnál, tisztításnál. A is láthattátok, ami 850 forint volt, és két évre elegendő, tehát ez 425 forint pluszt jelent még. A mosogatásnál, a mosogatáshoz szükséges anyagokat, termékeket, azokat egy csomagban rendeltem meg, és ezt majd itt láthatjátok így mellettem, és ebből a mosogatószer így összességében 1770 forintra jött ki, ami viszont ö, ez egy kicsit trükkösebb volt kiszámolni, mert valami több időre elegendő, valami kevesebbre. Én nagyjából úgy számoltam, hogy évente az az 1000 forint, amit mosogatószerre költünk. És ehhez jön még hozzá a szappan, amit nem tudok megmondani pontosan, hogy milyen ár jön neki egy évre, mivel ezeket eddig mindig ajándékba kaptuk, úgyhogy a mi esetünkben ez 0 forint plusz. Így az egész egybe kiszámolva 6.220 forint per év. Én nem tudom, hogy ez mennyire számít magasnak vagy alacsonynak, én úgy érzem, hogy arra, hogy a ruháink, a környezetünk, a lakásunk tisztán van tartva ebből az összegből, én arra ezt nagyon-nagyon jó összegnek érzem, és úgy gondolom, hogy teljes mértékben egy vállalható kiadás. Mind a mellett, hogy én spórolásként is tekintek erre a vegyszermentes háztartás megoldásra, tegyük hozzá, hogy ez az összeg azt teszi neked lehetővé, hogy ne szennyezz a környezetedet, egyáltalán azáltal, hogy vezeted a háztartásodat. Úgyhogy mindenki vonja le a konklúziót magának, hogy mit gondol, ez sok, ez kevés, Megéri, nem éri meg. Én csak szerettem volna veletek megosztani, hogy mik azok a konkrét számok, amik a mi esetünkben érvényben vannak, és őszintén kíváncsi lennék a véleményetekre erről, legyen az pozitív vagy negatív. Írjátok le a kommentekben, én nagyon élvezem, amikor elindul valamilyen értelmes beszélgetés. Szóval, nekem ez az egész terület nagyon egy szívügyem, és én úgy gondolom, hogy most az, hogy a következő másfél évben nem lesz szükséges az, hogy újra vásároljak, és hogy újra pénzt csak a háztartásra, az szerintem egy hatalmas dolog, és egy nagyon nagy gondot is vesz le, egy nagy terhet is vesz le ezáltal a bállamról, hogy itt van egy pontja az életünknek, amin nem kell rendszeresen gondolkoznom, hanem tényleg nagyjából másfél évente jut eszembe, hogy akkor most újra fel kellene úgymond tankolni ezekből a termékekből és ezekből a cuccokból. Ja igen, tényleg még mielőtt elmennénk, hogyha ha szivacsra van valamilyen jó ötletetek, ami környezetvédő megoldás lehet, akkor azt légy szíves mondjátok már el, mert annyira szeretnénk én is találni valamit, és örülnék, hogyha megosztanátok velem ezt a nagyon fontos információt. Úgyhogy köszönöm, hogyha itt voltatok, és remélem, hogy nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!